A vulkánokat aszerint, hogy milyen fajta kitörést figyelhetünk meg a magma felszínre törésekor, három tipológiába sorolhatjuk. Ezek az explozív, effuzív és vegyes típusok. A legelejéről haladva akkor beszélünk explozív vagy robbanásos vulkánról, ha feltörekvő magma nagy mennyiségű gáz tartalmaz, vagy vízzel érintkezik, és így a kitörést explozív tevékenység kíséri. Gyakori jelenség, hogy ebben az esetben valamely gázkeverék okoz robbanást és létrehoz egy új üledéket, a tefrát. Ezt a típust még jellemzi az is, hogy a hatalmas robbanás, mely kilövi a vulkáni por törmeléket és magmát, az adott vulkáni kúp életciklusának végét is jelentheti, vagy egyszerűen csak beomlasztja a kráter jelentős részét. Előbbire ragyogó példát szolgáltat a Krakatau 1883-as tevékenysége, mely során a szigeten lévő három kúpból, Danan, Perbavatan és Rakata, kettő teljesen, egy pedig félig tűnt el a föld felszínéről, miközben a sziget kettőharmad részét is magával vitte a pusztulásba. Az utóbbira pedig példát a Vezúv 1944-es kitörésével illusztrálnék, amikor a heves vulkáni tevékenység közben a vulkáni kúp jelentős része beomlott, ezzel átmeneti inaktivitásra késztetve a hegyóriást. A vulkán működés másik kategóriája kiömléses vagy effuzív típus. A kiömléses kitöréseket explozív társaiktól azt különíti el, hogy az ilyen hasadékokból a magma különösebb kirobbanás nélkül kerül a felszínre. Jellemzője, hogy legtöbbször ez a kategória nem okoz különösebb pusztítást, mivel a lávafolyam legtöbbször nem érintkezik a vulkán közelében lévő térségekkel, sokszor már megreped valamelyik vulkáni lejtő oldalán. Vulkáni effúzióra a legtipikusabb példák a Hawaii-szigeten található vulkánok. A harmadik a vegyes típus, mely egyaránt végez explozív és effúzív tevékenységet is, azaz robbanásos lávafolyással párosul. Erre a legkiválóbb példa a szicíliai Etna, illetve a Nápoly fölött magasodó Vezúv. A három kategória tagjait azonban csoportokra lehet osztani, ezeket általában annak a vulkánnak a nevével illették, mely a kitörés mienségére utaló jelzőként funkcionál. Ilyenek például. Neve a Krakatau nevű vulkanikus sziget nevéből ered. Az ilyen kitöréssel rendelkező vulkánok a hatalmas explózió hatására szétrobbannak, rengeteg vulkáni anyagot szórva szét. Ebbe a kategóriába tartozik a Tambora, Katmai, illetve Mont-Saint Helens is. A Lipari szigetek egyik vulkánja után kapta nevét. Jellemzője, hogy az időközönként feltörekvő magma csak a kráter pereméig jut el, amelyből kifolyólag a felszínre jutás előtt megszilárdul, majd eldugaszolja a kürtőt. Ezt a dugót azonban egy erőteljes kitörés felrobbantja, és hatására rengeteg vulkáni anyag, lávadarab jut a felszínre. Ide azokat a vulkánokat sorolhatjuk, melyek esetében a vulkán kitörés addig feszíti a kürtő lávadugóját, amíg az végül ki nem emelkedik izzó gázfelhőt alkotva. Nevét a francia fennhatóság alatt lévő Martinique szigetén található Montpellier után kapta. Legfőbb jellemzője, hogy a kráterben fortyogó forró magma az alatta felgyülemlett gázok hatására időnként megemelkedik, majd ennek köszönhetően lávafolyásokat alkotva kicsordul a kráterből.
Erre ragyogó példát a Hawaii-szigeteken lévő Mauna Loa szolgáltat nekünk. Nevét az izlandi Surtsey szigetéről kapta. Legjellemzőbb formája az óceáni hátságokban működő vulkanizmus. A vulkán tipológia a két leghíresebb európai vulkán, a Vezúv és Etna után kapta nevét, melyeknek működését tökéletesen illusztrálja a besorolás. Alapjáraton időszakosan működő tűzhányókat jelöl a besorolás, melyek kitörését először erős föld alatti morajlás és földrengés, aztán gáz és gőzkiömlés, végül törmelékszórás vezeti be. Ha a kráterből kifolyó láva hóolvadékkal vagy esővel keveredik, pusztító lahar folyammá alakul. A lahar támadásra legjellemzőbb példa a kolumbiai Nevado del Ruiz, mely az oldalán leereszkedő sárlavina révén közel 23 ezer fő életét oltotta ki. Tipológia a Lipari szigeteken található Stromboli nevű vulkán után kapta nevét. Voltaképp az ilyen típusú kitörés során a vulkanikus törmelékhamu és lávaszórás egyszerre mutatkozik. Jellegzetes lávafolyása a kötélláva, mely úgy keletkezik, hogy a viszonylag forró és híg láva folyás közben megmerevedik, melyet a soron utána következő folyam összetör. Az egymásra rakódó folyások aztán kötélszerűen csavarodott alakot öltenek magukra. Ilyen lávafolyammal találkozhatunk például a Mauna Kea esetében. A Vezúv az Olaszország Campania régióban Nápolytól mintegy 9 kilométerre fekvő rétegvulkán. A hegyet az afrikai és eurázsiai kőzetlemez ütközése gyűrte fel a mezozoikum időszakban, típusa szerint andezit vulkán. A világ egyik legveszélyesebb körzetének tartják környékét, mivel a környező településeken, Nápolyt is beleértve, mintegy 3 millió fő lakik. A kitörés előtti időszakokban egy fejlett civilizáció élt a területén, mely a római birodalom egyik virágzó gazdasága volt, lejtőin, citrusültetvényekkel és szőlőkkel. Ennek hatására kiépültek a hegylábánál Pompei, Herculaneum, Stabiae, Oplontis és Neapolis városai. Ezt a civilizációt tarolta le a vulkán 79. augusztus 24-én, amikor is heves földrengések kíséretében végül az eddig csak morgolódó hegy kitört. Kitörés előtt 17 esztendővel 62. február 5-én hatalmas földrengés rázta meg a nápolyi öböl partvidékét, amely azonban még nem a vulkanizmusnak, hanem a tektonikus mozgásoknak volt tulajdonítható. Ez a lemezmozgási áramlat a környező települések lakóit nem lepte meg, mondván, környékükön a földmozgások igen gyakoriak. A földrengés ennek ellenére Pompeiben óriási károkat okozott. Két évvel később, 64-ben egy sokkal kisebb erejű földmozgás volt érezhető ugyanezen régióban, melyhez több nevezetes esemény is kötődik. Például Tacitus szerint pont egybeesett ez a folyamat Néró császár fellépésének idejével, viszont nem sokkal azután, hogy a rendezvény helyszínéül szolgáló színházat kiürítették, az épület a földrengés hatására a földdel egyenlővé vált. A 79.
1939-ben, 13 évvel az utolsó, nem meghatározó erejű szeizmikus mozgást követően azonban a nyughatatlan természet úgy döntött, felszínre bocsátja a Vezúv magma kamrájában felgyülemlett temérdek vulkáni anyagot, gázt és törmeléket. Ez egyet jelentett a méltán híres történelmi eseménnyel, vagyis Pompei katasztrófájával. Pompei mellett teljesen elpusztította Herculaneum és Stabiae városait is, miközben a hegy önmagát félig felrobbantotta és egy újabb kúpot növesztett, melynek neve Grand Cono, avagy Nagy Kúp lett. A Vezúv kitörései az úgynevezett Pliniuszi kitörés sorozatként lettek elhíresülve, melyek egy római katona Caius Plinius Secundus Major után kapták elnevezésüket, miután a tiszt a katonáival együtt odaveszett az erupció alkalmával. Az általa nevelt ifjabbi Plinius feljegyzéseket készített az általa megfigyelt vulkáni tevékenységről, amelyet mai napig az első vulkanológiai feljegyzésekként tartanak számon. A pliniuszi kitöréseket több fázisra tudjuk osztani. A Vezúv freatomagmás feláramlások következtében erős robbanás kíséretében kitör. A Monte Somma kálderája felrobban, majd kialakul mellékrátere a Grand Cono. Kialakul a vulkáni hamuból, különféle gázokból, törmelékekből és piroklaszteres áramlatból fejlődő oszlop, amely 15 km magasságig emelkedik. A kiömlő láva 4 méter vastagságban és közel 3 kilométeres távolságra eljut. Az esti órákra a Vezúv tevékenysége alábbhagy, a füstoszlop saját súlya miatt összeomlik, és piroklaszteres áradat formájában lezúdul a Vezúv oldalán. A környéken talált kőzetek bevizsgálása után megállapítják, hogy a kitörés alkalmával a Pompeire kibocsátott áradat hőmérséklete a 850 Celsius fokot is elérhette. Ugyanezen a napon a délutáni órákban újabb kitörés következik be, ám ez már Misenum térségét veszi célba. Ez a fázis 3-4 köbkilométer lávától szabadította meg a hegyóriást. Ebben az időben Plinius egy újabb esetet jegyez fel, mely szerint a Vezúv kitörése szökőárat eredményezett. Végső soron a két földdel egyenlővé vált város, Pompei és Herculaneum lakosszámát illetően pusztán becslések állnak rendelkezésre, vagyis pontosan nem lehet tudni összesen hány ember lakhatta a településeket. Mivel nincs pontos adat, ezért máig sem lehet tudni, hány ember esett a vulkáni anyag fogságába, és így a kitörés áldozatául. Pompeiben eddig 1150, Herculaneumban pedig megközelítőleg 350 csontvázat találtak és hoztak felszínre a régészek. A lakosság 62%-ával gázmérgezés és piroklaszt anyagok szétszóródása végzett, míg 38%-át a vulkáni hamulerakódás súlya által beszakított háztetők leomlása temette maga alá. Az erupció által kialakított földmozgás átrendezte az olasz csizma herculaneumi partvidékének arculatát. A Sarno folyó megváltoztatta folyását, a tengerpart pedig megemelkedett, ami az előbbi város kikötőjének 500 méterrel beljebb történő fekvését idézte elő. A Vezúv a 79-es Pompeit és Herculaneumot elpusztító erupciója után még számtalanszor jelét adta a közetlemezek nyughatatlanságának a történelem során. Összegyűjtöttem nektek néhány fontosabb dátumot ezekkel kapcsolatban. Százharmincegy év szunnyadás után a vulkán újból kitört. A paroxizmus időszaka két napot ölelt fel, december 15-e éjszakáját is beleszámítva.
A kitörés egyfajta effuzív, explozív stádiumba léptette a hegyet, amely alapján a vulkánkitörési index csak 2-es, 3-as erősségi fokozattal jutalmazta a tevékenységet. A 1660-ban az újabb kitörés bekövetkezése kisebb károkat okozott a Vezúv környékén. Mindkét esetben óriási katasztrófát okozott az erupció, melynek következtében a láva folyam szinte teljesen letarolta Torre de Greco nagyobb részeit. Napjaink látnivalói közé tartozik a Nápoly megyei kisfaluban az a harangtorony, melyet a magmaömlés 2 emeletnyi magasságig betemetett. A 1861-ben ismét Torre de Greco esett a Vezúv nyughatatlan természetének áldozatául. Gyakorlatilag a hegy oldalán lezúduló láva kettészelte a falut. A 1872-ben két újabb település lett a vulkán működés áldozatává, név szerint Massa di Somma és San Sebastiano al Vesuvio. Mindkét község megsemmisült. Az olvadt kőzetanyag elérte az obszervatóriumot is, melyben jelentős károkat okozott. A Vezúv kitörését már fülsértő morajlással és erős földrengésekkel harangozta be. A hegy lejtőin élők ráadásul kénes szagokról panaszkodtak, melyek fullasztó hatással voltak rájuk. 2 nappal a földmozgás után végül hatalmas mennyiségű vulkáni anyagot lövelt ki magából. A vulkán ezúttal is 2 települést célzott be. Bosco Trecase és Torre Annunziata városát. Bosco Trecase esetében a legnagyobb csapást akkor mérte a Vezúv a település lakóira, mikor a lakásaitól megfosztott lakosság egy része a helyi templomba menekült, ám a tűzhányóból felszabadult hamu súlya rájuk döntötte az épületet. Annunciátában szintén a vulkáni por és hamu okoztak jelentősebb károkat. Érdekessége a történéseknek az, hogy az 1906-os kitörés továbbá hozzájárult ahhoz, hogy a soron következő olimpiai játékokat 1908-ban ne Rómában, hanem Londonban rendezzék meg. A 1944. január 6 és március 13 között a Vezúv utolsó eruptív tevékenysége történt meg, mely egyben a hatalmas hegy végzete is volt akkor. Az erupció hatására ugyanis a vulkán egy része beomlott, majd eltömte kürtőjét. Március 18-án a délutáni órákban az eltömődött kürtő óriási effuzív tevékenység kíséretében megnyílt, amely ezúttal ismételten Massa di Somma és San Sebastiano al Vesuvio vesztét okozta, ezzel 21 millió köbméter lávát felszabadítva. Március 22-én a Vezúv ismét alkotott. Ezúttal szökőkútként lövelte ki magából az izzó anyagot, mely jelenség az erupció időszakában 8 alkalommal ismétlődött meg. Az így képződött vulkáni hamut az erős szél 500 km távolságba is elsodorta. Március 29-e és április között a Vezúv óriási szeizmikus lökések és explózió következtében lépett végül a 4. kitörési fázisba. Ez a fázis a vulkáni kút működésének legvégét jelentette, ugyanis áprilisban a teteje beomlott, amely nem csak a hegy magasságában, hanem aktivitásában is jelentős szerepet játszott. Előbbi esetben ugyanis a beomlás következtében 200 méterrel alacsonyabb lett,
Maga a vulkán pedig az évszázadokig tartó működése után alvó üzemmódba került. Az Etna a Szicília északkeleti részén Messina és Catania között a sziget keleti csücskében elhelyezkedő, a mai napig aktívan működő vulkán. Működésére nagyon jellemző, hogy minden egyes működés ellentétes hatást gyakorol rá más vulkánokkal szemben, ugyanis ahelyett, hogy összeomlana, a kitörések alkalmával egyre csak növekszik. Európa legmagasabb aktív tűzhányója, mely egy 2021-ben kelt adat szerint 3357 méter magas volt. Magasságát leginkább az idézi elő, hogy minden kitörésével újabb hamu és parazitakúpok keletkeznek, melyek nagyságát erősen befolyásolja a vulkánkitörés erőssége és a felszínre tóduló vulkanikus anyag mennyisége. Ebből a szempontból tekintve mára már közel 300 ilyen képződménnyel rendelkezik. Történelmi szempontból a legsúlyosabb kitörése az 1669. március 8-án keletkezett erupció volt. A kitörés temérdek piroklaszteranyagot és magmát tüntetett el a vulkán magmakamrájából. 3 nappal később a hegyoldal megnyílt és óriási mennyiségű mérges gázt árasztott a hegy lábánál elhelyezkedő falvakra, ezzel mindegy 3000 ember életét kioltva. Ez a pusztítás azonban a lábánál fekvő Catania lakói cseppet sem hatotta meg, sőt. A városvezetés azzal próbálkozott, hogy a tűzhányóból kifolyó lávát a városfalak fele irányítsák, de ennek hamarosan visszafordíthatatlan következményei lettek. A menekülés helyetti maradás és a remény, hogy a falak majd meggátolják az Etna tűz folyamát, végzetes hibát jelentett a lakók számára. Az utcákat elöntötte a vulkánból odatóduló láva, amely további 15 ember életét követelte, miközben szinte a földdel egyenlővé tette Catániát. A történelem során ez az erupció nevezhető a legsúlyosabbnak az Etna részéről. Több település is súlyos károkat szenvedett, amikor az Etna pliniuszi kitörések következtében nagy mennyiségű tefrát zúdított a környező városokra, beleértve Catániát is. Az okozott károk miatt a római kormány eltekintett attól, hogy az imént említett város adót fizessen a helyreállítás időszakában. Az Etna óriási gázrobbanás következtében hirtelen kitört. A váratlan erupció során 59 turista vesztette életét, akik a vulkán láva árjait igyekeztek feltérképezni a hegy nyugati oldalán. Az Etna újból kitört, ám ezúttal az északkeleti kráter közelében nyílt több hasadék is, melyek közül egy közvetlenül Ripa della Nacca közelében alakult ki. A térségre zúduló láva 2 nap leforgása alatt elpusztította Mascali városát. Mindkét alkalommal a vulkán óriási explóziója okozott halálesetet az északkeleti kráter közelében. Előző esetben 2, az utóbbiban pedig 9 turista halt meg, amikor a hegyoldalán lezúduló láva maga alá temette őket. Az
Etna folyamatos megszakításokkal összesen másfél évet felölelő intenzív működése során az erupciókat követő földrengések hatalmas károkat okoztak több ház szerkezetében, miközben keleti oldalán földcsuszamlásokat idéztek elő. A vulkán teljesen elpusztította déli oldalán fekvő turistaházakat, illetve a lábánál lévő drótkötélpálya egy részét. Tíz ember, köztük a BBC riportere is megsebesült, amikor az Etna oldalán lefelé hömpölygő láva a hólével keveredve heves reakcióba lépett, majd felrobbant. Többen végtagi sérüléseket szenvedtek az apró kövekre tört láva lövedékszerű szétszóródása miatt, a katániai reptéren pedig ideiglenes korlátozásokat vezettek be a heves vulkán működés okán. Négy ember megsebesült, több épület pedig megrongálódott, amikor az Etna heves kitöréseit követő napokban 4,9-es erősségű földmozgás rázta meg Catania régióját. A kitörés során a vulkán rengeteg tefrát lövelt a levegőbe, ezzel a hegy közelében lévő légtér lezárására kényszerítve a szicíliai hatóságokat. Az Etna, amint erről már szó volt, egy régóta nyughatatlan természetű vulkáni hegykúp. A tűzhányó Idestova 21 éve folyamatosan aktív életmódot él. A 2020-as év elején, egészen pontosan február 21-én érdekes képződmény kísérte a kitörését. A tüzes lávafolyam és erős robbanások által a levegőbe lőtt hamufelhő mellett a vulkáni kúp közelében két lávatornádót figyeltek meg. A jelenség lényege az, hogy a hirtelen a földfelszínre érkező magma felett légnyomás különbség alakul ki, mely magával vonhatja ezt a rendkívül ritka képződményt. Két évvel később, 2022. február 11-én egy igen emlékezetes jelenséggel írta be magát a földtörténetbe, és a jelenkor történelmébe ugyanis drámai villámok cikáztak Szicília keleti része felett aznap este. Ezt a jelenséget az Etna heves kitörése okozta, és emellett 10 km magasba lövelte ki magából a hamut. Hasonlót a kutatók már megfigyeltek a tűzhányó krátere felett az elmúlt években. A vulkán 11 napnyi füstölgés után 2022. február 22-én végül kitört. Az erupció nem okozott katasztrófát, mivel a kiömlött lávafolyam megrekedt a délkeleti lejtőn. Az Etna mindemellett, hogy 2001 óta folyamatosan jelet ad magáról, mint kitörés, mint pedig szimpla füstokádás, esetleg az aktuálisan közelgő kitörés helyéül szolgáló kráter közelében kialakuló földmozgások nyomán, a tudósok egy érdekes tényt is megállapítottak évekkel ezelőtt. A hatalmas vulkáni kúp ugyanis 14 mm per év gyorsasággal egyre inkább a földközi tenger felé araszol. Az Etna egy enyhe, mindösszesen egy 3 fokos lejtőn csúszik kelet-délkeleti irányba, Jarra városa felé. Ez az elcsúszás azért lehetséges, mert eleve egy laza, rugalmas üledékű fennsíkon helyezkedik el. Alapjában véve a vulkán elmozdulása nem jelent veszélyt a környező településekre, viszont más térségekben bekövetkező hasonló mozgás hatalmas természeti katasztrófát vagy földcsúszamlásokat okozhat. Az Etna kitöréseinek legfőbb ismérvei, hogy ezek mindig más arculatukat mutatják.
A kitöréseket több kutató is megpróbálta rangsorba rakni, de minden próbálkozásuk kudarcba fulladt. Rittmann végül 1973-ban sikeresen megkülönböztette őket. A besorolása szerint négyféle típusát ismerjük. Csúcskitörések, csúcs alatti vagy szubterminális kitörések, oda-kitörések és excentrikus kitörések. Ez a típus a vulkán csúcskrátereinek valamelyikében alakul ki. Lehet stromboli típusú vagy robbanásos. Ez utóbbi látványos kilövelléseket produkál. Az előbbi kitörés típus esetén megfigyelhető a vulkán valamely oldalán lassan hömpölygő tűzáradat, viszont jellemzője, hogy viszonylag rövid, pár száz méteres nagyságú lávafolyam. A kitörések ez esetben vagy újabb kupokat emelnek, vagy a régebbieket építik újjá. Ez a kitörésfajta a vulkánon kialakult parazita kúpokból tör elő. Ezek a kráterek a hegycsúcs közvetlen közelében kifejlődött hasadékok. Oldalkitörés nagyjából hasonló a csúcs alatti kitörésekre, azonban annyi a különbség a kettő között, hogy az utóbbi a vulkáni kúp alacsonyabban fekvő zónáira jellemző. Tipikus jellemzői továbbá sugárirányban szerteágazó repedés, amelyből sokkal több anyag jut a felszínre, mint a csúcs alatti esetben. Ezt azonban nagyban befolyásolja a magma hidrosztatikus nyomása, azaz, amíg a magma a központi kültőben magasabb szinteken van, az oldalkültőből távozó anyag több lesz, mint 10 köbméter per szekundum, viszont ha ez alacsonyan van, a kürtő által kilövellendő anyag szintje is csökken. A repedésekbe áramló olvadék legtöbbször nem jut fel a felszínre, aminek következtében még ezt megelőzően kihűl. Ez a folyamat telérképződéshez vezet. Olyan függőleges kitörésfajta, mely a központi kürtővel közvetlen kapcsolatban nem álló kürtőből tör elő. Az ilyen kitörések rendszerint hevesek, de nincs gázkiömlésük. Némely excentrikus erupció megbontja a vulkáni képződményt oldalkürtőt építve, mely következtében oldalkitörés jön létre. Ilyen kitörést 2001-ben regisztráltak, viszont elég ritka, ezért a mechanizmusát nem tudják megfelelően körülírni. A Stromboli a Tirrén tengerben elhelyezkedő lipari szigetek legészakabbra fekvő pontja. A réteg vulkán 926 méterrel emelkedik a tengerszint fölé, és az egyik legaktívabb, szinte folyamatosan működő vulkáni képződmény, mely a 20. század egyik legpusztítóbb kitörésével, az 1930-as erupciójával került be a legvégzetesebben pusztító vulkánok közé. 1930. szeptember 11-én mindenféle előjel mutatása nélkül kitört, a Lipari szigetek legészakibb szigetén lévő Stromboli. A kitörést a reggeli órákban fokozatos hamukibocsátás előzte meg,
viszont ez csak a délnyugati oldalon ment végbe, és mindösszesen 10 percig tartott. Később azonban óriási robbanás kíséretében kőzetblokkok szakadtak le kürtőiből, ezzel azokat mintegy megsemmisítve. A kráteren át kirepülő hatalmas kőtömbök megrongáltak 14 házat, de szemaforró labronzó épületének sem kegyelmeztek. A robbanások nyomán izzó lapilli távozott kráteréből, amely a környező területeket beborította. A felhalmozódott forró vulkáni anyag végül a Vallozzo völgyön keresztül zúdult alá a tenger felé, és a vizet elérve halálra forrázta egy épp a környéken lévő halászcsónak legénységének minden tagját. A szakadék mentén nagy részben kigyulladt a szőlő, és szénné égetett egy épp a földjén munkálkodó embert, akinek elszennesedett holttestét is az ültetvény maradványai között találták meg. A Stromboli kitörését egy 2,2 méter magasságú szökőár követte, amely egy idős férfi életét oltotta ki. Ezt követően a működése effuzívvá vált, amely tevékenység számos lávafolyást indított meg a Sciara lejtőin. Ezek legnagyobbjai a tengert is elérték, a környező falvakra pedig több 10 méter vastagságú hamut és lapillit zúdítottak. A vulkán azonban a közelmúltban sem nyugodott meg. 2002-ben több alkalommal is jelet adott magáról, még végül december 30-án az intenzív lávaömlés következtében beomlott a központi kráter tenger felőli oldala, amely 5 köbkilométer anyagot juttatott a vízbe. Az ismételten kialakult cunami hullámai megrongáltak néhány tengerparti épületet, viszont emberéletet nem követelt. A szökőár hatását még a szicíliai Milazzóban is érezni lehetett, a környékbeli települések lakosságainak nagy részét pedig evakuálni kellett következtében. Még ennek az évnek végétől állandósultak a Stromboli sziklaomlásai és lávafolyamai a Sciara del Fuoco lejtőin, 2003. április 5-én pedig újabb robbanás rázta meg a vulkán. A fossa csúcs fölött ekkor felfedezni véltek egy gomba alakú füstfelhőt, majd ugyanekkor nagyobb kőzetdarabok zaja is hallatta magát, amelynek következtében Ginostrat település házai közül kettőben kár keletkezett, de emberi életet ez a becsapódás sem követelt. A paroxizmus során piroklaszter anyagok keletkeztek, melyek beterítették a vulkáni csúcs területét. A Sciara csúcs láva ömlése végül 2003. július 22-én fejeződött be, viszont az északkeleti kráter továbbra is ontotta magából a láva folyamot. 2007. február 27-én újabb aktív időszakába lépett a Stromboli. A hatóságok az aktivitás miatt felszólították a lakosságot, hogy senki ne tartózkodjon, 10 méter tengerszint feletti magasság közelében, mert ismételt szökőárak és csuszamlások várhatók. 2019-ben a vulkáni aktivitás olyan mértéket öltött, hogy több ember megsérült, egy férfi pedig életét vesztette az erupció során.